Európa meghaladja a saját történelmét, és együttműködések alakuljanak a korábbi harcok, erőből való konfliktusok elintézése helyett. Számunkra az értékszempontú védőernyőt pont ez jelenti, és azt hiszem, hogy néha Európa lesz az, amelyik megvéd bennünket saját magunkkal szemben. Őszintén remélem, hogy erre fele fogunk tovább haladni. Teendőink, valószínűleg nem fogom tudni én se felsorolni az összes szakpolitikát, ami fontos nekünk. Kicsit utalva arra, hogy mi történt eddig, és merre megyünk tovább. Egyrésztről, ahogy említettem, a válságnak még nincsen vége. Azért kaptunk gyorsan pénzügyi segítséget, mert Európai Uniós tagország vagyunk, és nem tudnánk nemzeti forrásból munkahelyeket megőrizni, vállalkozásokat támogatni, garancia alapokat képezni akkor, ha csak nemzeti forrásaink lennének. Ez Európai Uniós forrásokból lehet. Energiapolitikában elindultunk egy olyan irányba, ami nagyobb biztonságot jelent Magyarország számára. Agrárpolitikában kapunk támogatásokat, a magyar agrárium magához térhet, ahogy a vidék is magához térhet, enélkül nem lenne esélyünk rá. Jó, köszönöm, rövid akkor az idő, lejárt. Idő rövid, majd még visszatérnek a folytatásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, a kedvenézők pontosan tudják, hogy az Európai Uniós tagságunk tönkretette Magyarországot, és csak egy vékony, elkényeztetett gazdag rétegnek hozott jót. Éppen ezért én ezzel a fajta mérleggel nem sokat foglalkoznék, egy másik mérleget vonnék. Mik a lehetőségeink, mi a valóság? Magyarország egy csodálatos adottságokkal rendelkező ország. Kiváló a termőföldünk, páratlan a vízkincsünk, gyönyörűek a tájaink, szorgalmasak, tehetségesek a magyar emberek. Magyarországnak virágoznia kellene. Ehhez képest miről hallunk? Állandóan megszorító csomagokról hallunk, külföldi kölcsönökről, nadrágszíjhúzogatásról. Mi ennek az oka? Az, hogy olyanok vezetik és olyanok képviselik ezt az országot, akik nem igazán szeretik a magyar embereket. Az Európai Uniós tagságunkból azért nem lehetett semmit kihozni, hanem csak veszíteni vele, mert nem a magyar érdekeket képviselték eddig, akik ott voltak, hanem külföldi érdeket, idegen érdekekhez dörgölőztek. Ezért kell, hogy a Jobbik a Magyarország a Magyaroké programjával oda kerüljön, hogy végre magyar érdekek képviseletére kerülhessen sor. És igenis nagyon sok szövetségesünk lesz ebben, hiszen a világforduló pont előtt áll, egy történelmi változás előtt. Összeomlott az a belejég romlott, igazságtalan neoliberális rendszer, ami ennek a bizonyos vékony, gazdag rétegnek az érdekeit szolgálta. Európa összes államában a magunk fajták vannak többségben. A kisgazdák, a kiskereskedők, akiknek családi üzleteik, családi vállalkozásaik vannak, és nem akarják azt, hogy a multinacionális nagytőke, a globális nagytőke elvigye az ő kis üzletüket, az ápolónők, a tűzoltók, a munkás emberek. Olyan Európát szeretnénk, ahol az igazság erői össze tudnak fogni, és ezeknek az embereknek, a magunk fajtáknak az értékrendje határozza meg azt, hogy mi történik. Ez a Jobbik programjának a lényege. Erre tudok én garanciát vállalni, hogy Magyarország, ami igazság szeretetünkkel, szabadság szeretetünkkel és a sok tapasztalatunkkal élére fog tudni állni az igazságosabb Európáért és igazságosabb világért való harcnak, és végre nem csak elszenvedői leszünk mások, idegen erők a nagyok döntéseinek, hanem alakítójává válunk egy igazságosabb világnak. És ez egy gyönyörű program, úgyhogy ha azt kérdezi szerkesztőasszony, hogy mi a jövője Magyarországnak az EU-ba, akkor azt kell mondom, hogy fényes jövő előtt állunk, mert büszkék lehetünk végre arra, hogy magyarok vagyunk. Köszönöm. Azt el kell mondjam, hogy még fél perce van, hogyha esetleg szeretnék kihasználni. Köszönöm szépen, ilyen se volt még, hogy eset beszéltem volna. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy az emberek a saját tapasztalatukra hallgassanak. Én nem vagyok egy igazi politikus, nem tudom a kedves nézőket meggyőzni arról, hogy jó nekik valami, mint ahogy itt a profi politikusok csinálják, ugye arról próbálják győzködni az embereket, hogy jó nekik az, ami igazából rossz. Hallgassanak a tapasztalataikra, de ugyanakkor a reményt ne veszítsék el. A legnagyobb bűne a jelenlegi politikai elitnek az, hogy teljesen reményt vesztetté tették a magyar embereket. A Jobbik Magyarországért mozgalom történelmi feladata és küldetése, hogy visszaadjuk a magyar embereknek a reményt, pontosan azért, mert egy csodálatos országot adott nekünk a Jóisten, remek esélyeink vannak, nagyon jó adottságaink vannak, össze kell fognunk, ezért is sajnálom, hogy nincs itt mindenki. Most járt le az idő. Köszönöm szépen. Annyi volt. Szabó Tímea. Köszönöm. A Leállás, a politika és a humanista párt azt gondolja, hogy a mai globalizált világban már arról kell beszélni, hogy szükség van-e az Európai Unióra, illetve Magyarország uniós tagságára, hanem arról, hogy az eddigi gyakorlattal szemben hogyan tudjuk maximálisan kihasználni az uniót a lehetőségeken.
A globalizáció megmutatta, hogy egyre több olyan terület, olyan probléma van, amit egész egyszerűen már nem tudunk nemzetállami szinten kezelni, nemzetállami szinten megoldani. Ehhez igenis szükség van az Európai Unióra. Tisztában vagyunk azzal, hogy az Európai Uniós politizálás azért hagy némi kívánivalót maga után, de meggyőződésünk az, hogy nem szabad kijönteni a gyereket a fürdővízzel együtt. Meg kell értenünk azt, hogy az Európai Unió Magyarország számára egy lehetőség. Lehetőség arra, hogy védjük a munkavállalókat ebben az őrült gazdasági versenyben is. A Lehet Más a Politika és a Humanista Párt Szövetsége mindent meg fog azért tenni, hogy a béreket és az egyéb szociális juttatásokat ne lehessen alárendelni a külföldi tőke magán érdekeknek. Küzdeni fogunk azért is, hogy az olyan közszolgáltatásokat, mint az oktatás vagy az egészségügy ne lehessen leíteni, ne lehessen szintén magánérdekeknek alárendelni. Az Európai Unió lehetőség arra is, hogy megvédjük a magyar vidéket és az ott élő több millió magyar lakost. Küzdeni fogunk azért, hogy rendelkezésre álló források, és ez az unió költségvetésének majdnem felét teszi ki, ne a nagybirtokoknak menjenek, hanem a családi kézben levő kis- és középbirtokoknak, hiszen ezek teremtenek munkahelyet is például. Küzdeni fogunk azért is, hogy a magyar termőföldet megvédjük, magyar kézben maradjon, mert meggyőződésünk az, hogy a föld azok kezébe kell, hogy maradjon, akik egész életükben azon dolgoztak, és nem válhat spekulatív befektetési eszközzé. Az Európai Uniót a lehetőség arra is, egészséges élelmiszerek kerüljenek polcainkra. Meg kell állítani azt a folyamatot, hogy silányminőségű, több ezer kilométert utaztatott, adalékanyagokkal teli élelmiszerek kerüljenek tányérjainkban. A helyben termelt élelmiszer nem csak, hogy sokkal egészségesebb, de a környezetünket is védi, ez pedig nem csak a miünket, hanem gyermekeink jövőjét is védi. Én nagyon nem szeretnék azon aggódni az elkövetkezendő években, hogy másfél éves kisfiam milyen betegségeket kaphat el például a kínai melaninos tejtermék miatt. Végül, de nem utolsó sorban, az EU lehetőség arra, hogy megerősítsük a demokratikus részvételt és az átláthatóságot. Akadályozzuk meg azt például, hogy kiemelt beruházásokra hivatkozva fröccsöntött piramisokat és kaszinókat lehessen építeni a Velencei tó partjára, és hozzuk nyilvánosságra azon magyar politikusok nevét, akik a média előtt magyar érdekekre hivatkoznak, Brüsszelben viszont tagjai kenguru csoportnak keresztelt dohány, autó és vegyszerlobbinak. Meggyőződésünk az, hogy június 7-én egy olyan új erőre kell szavazni, aki képes ezt megváltoztatni, akiben megvan az akarat és az elszántság arra, hogy igenis hosszú távú, fenntartható megoldásokat kínáljon. Úgyhogy szeretnék mindenkit arra biztatni, hogy szavazzon a Lehet Más a Politika és a Humanista Párt Szövetségére június 7-én. Köszönjük. Bokros Lajos. Gondolom a kedves nézőknek is feltűnt, hogy mennyire érdekesen összecseng a szélső bal és a szélső jobb programja. Mind a kettő populista demagóga, a valóságnak a tagadása és olyan javaslatok, amelyek a szegénységbe és a szolgaságba vinnék az országot. Játszunk el egy pillanatra azzal a gondolattal, hogy a multinacionális vállalatokat hazaküldjük, az Audit, a Siemens-t, meg mindazokat a cégeket, amelyek a magyar exportot ötszörösére velték a rendszerváltási időszakához képest, amelyek a magyar technológiai fejlődésben élen járnak, amelyek a munkahelyteremtésben is, természetesen a kis- és középvállalatok mellett, de oroszlán részt vállalnak. Hogyha ezeket a cégeket hazaküldenénk, Magyarországnak a nemzeti jövedelme abban a pillanatban felére csökkenne, a munkanélküliség 2,5-szeresére növekedne maihoz képest, nem lenne beruházás, nem lenne fejlődés, nem lehetne megtartani már az elért eredményeket sem. Ilyen körülmények között tovább csökkennének az adóbevételek, az adóbevételek csökkenése növelni a deficitet, és ez föleleníteni rögtön az államcsődnek a veszélyt, amitől éppen most az Európai Unió hatalmas segítségével ugrottunk el tavaly október-november fordulóján. Ha az államcsőd veszélyét nem akarjuk felvillantani, akkor az adóbevételek csökkenése esetén a közkiadásokat kell jelentős mértékben lefaragni.
Az populista demagógia politikája, tehát azt jelenti, hogy a nagyobb megszorításokat kell a jelenlegi helyzethez képest eszközölni, vissza kell vágni a családi pótlékot, a gyerektámogatást, a gyest, a gyedet, sokkal nagyobb mértékben, mint ahogy ez ma megtörténik. Nem lehet az ingyenes egészségügyet fenntartani, még több hálapénzt kell majd fizetni annak, aki nem jó minőségű, hanem csak akár elfogad.